csak mellettem állsz még. Játszunk, félünk, elferdítjük a holnapot, nincs más, csak te és én. Nekem te vagy az út, ha mennem kell, csak a te hangod ébresz fel. Nekem te vagy a kezdet és a vég, minden ezred százalék. Egyszerre lobban a szívünk, ha dobban, mindent adjunk együtt fel. Nekem te vagy a fény, ha látnom kell, és ez jó És itt is van velünk Nagy Ricsi. Szia! Sziasztok! Hello! 4 év után készült el az első önálló albumod, és én teljesen tisztában vagyok azzal, hogy jó munkához idő kell, de azért mégis. Mi tartott ennyi ideig? Hát az igazság, hogy ugye én szerepeltem egy tehetségkutató műsorban ezelőtt 4 évvel, és azért az utána lévő egy-két hónap azért az elég aktív volt, és aztán utána meg hamar lecsengett így az a körülöttem lévő érdeklődés, aztán pedig kellett egy kis lefutási idő, hogy én rájöjjek arra, hogy igazából... Nehéz volt egyébként, amikor így hirtelen így nagyobb lett a csend? Hát az elég nehéz volt, meg igazából az nehéz volt erre rájönni, kellett egy kis idő, amíg ez eltelt, és ugye pont ez a lecsengés idő volt szerintem ez a két-három-négy év, ami kellett ahhoz, hogy így rájöjjek arra, hogyha én nem csinálom, akkor senki nem csinál helyettem, és így megszületett ez a lemez. Komoly 23. évedet taposod. Vannak olyan dalok, amiket mondjuk már korábban megírtál ebben az előzben említett 4 éves korszakban? Igen, ezen a dalok olyan dalok, vagy ezen a lemezen olyan dalok szerepelnek, amelyeket most írtam akár az elmúlt 2 hónapban, de van egyébként olyan dal is, ami már tavaly kijött, ez a Csak kérdez. Ennek ugye a videóklippel is megjelentettük, és ez is rákerült a lemezre. Szóval ez nem csak a elmúlt másfél év, hanem ez így konkrétan az elmúlt 2-3 év kb. Ha visszagondolsz arra az önmagadra, amikor elindultál és a nyilvánosság elé álltál, ugye 19 éves voltál az említett tehetségkutatóban való szereplésedkor, akkor mennyit változtál az elmúlt 4 évben szerinted? Hát az igazság, hogy én Nyíregyházán laktam, Sóstóhegyen egy kis utcában, teljesen elkerítve a külvilágtól, aztán pedig szeptemberben egyszer csak felköltöztem a Gosdúba, egy ugyanolyan kis utcába, csak egy kicsit nagy a kontraszt a kettő közt, és így elég nehéz volt hozzászokni. Hát a Gosdú udvarról beszélünk, amely Budapest belvárosában, a Deák Ferenc tér közelében van, és egy elég felkapott környék. Hát szerintem azért nagyban hozzájárult a műsorban való szereplésem ahhoz, hogy egy elég nagy változásokon, így rövid idő alatt szerintem így átmentem, mert tényleg olyan dolgokra kellett rádöbbennem nagyjából ilyen fiatalon, amelyekre talán csak a pályatársaimnak így kicsit később, ez a tehetségkutatónak köszönhető egyébként. Hát nálam most pluszpontokat szereztél azzal, hogy Nyíregyháza Sóstó, mert az egyik kedvenc vidékem az országban. Lesz viszont a lemeznek egy nagy bemezbemutató koncertje, ugye? 15-én. Na most arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket a fantasztikus, futurisztikus hangzásokat, amit a klipben is hallottunk, hogyan tudjátok megjeleníteni élőben színpadon? Igen, csütörtökön lesz a lemezbemutató koncert. Nagyon sokat próbáltunk a zenekarral, én most a Kőbányai Zenesuliba járok, és olyan társakkal ismerkedtem, akik úgy alapjában véve nagyon-nagyon tehetségesek, és egyébként nagyon jó zenészek, és hál' Istennek értik azt, amit én szeretnék közölni ezekkel a dalokkal, és egyébként az elektronikus része az egy nagyon nehéz dolog volt, fogunk vinni elektronikus hangszereket és ugye pedet, amiken effekteket játszunk majd be, de egyébként próbáltuk úgy áthangszerelni a koncert a dalokat, hogy az ilyen nagyjából csak élő hangszerek legyenek benne, de hát nyilván az ilyen daloknál elengedhetetlen egyébként egy kis háttér segítség. Lesz valamilyen vendég fellépő? Igen, 3 vendég fellépő is lesz, a Morosztomi a Velmudából, Gurbanov Dimitri lesz a tehetségkutatóval, ahol én is voltam, és az SS Viki a párom fog harmadjára énekelni. Hát nagyon drukkolunk, hogy minden jól sikereljön. Hajrá, minden köszönöm jó. Szépen. Én az élő zene.